Elismerésben részesült a Bálint Ágnes Kulturális Központ a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat plakátversenyén. A Vecsési Mesefesztivál 2016-os plakátja második helyezést ért el a pályázat során. A díját adón a tervező Dobrovic Noémi vehette át az elismerést. Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozaton a Bálint Ágnes Kulturális Központ díjazott lett, második helyezettet értek el az idei Mesefesztivál plakáttal. Hát nagyon meglepődtünk, hogy nyertünk, bár az első helyezést vártuk, meg kell, hogy mondjam teljesen férfiasan, nem lepődtünk meg. Nagyon bíztunk abban, hogy díjazott lesz itt a plakátmunka. Amikor benevezte a Noémit a kollégina, akkor én egy kicsit úgy azért féltem, mert hogy azért a felhozatal én azt gondolom, hogy elég nagy volt, és elég magas színvonalú volt, de az kellett a második pillanatban, ez volt az első gondolatom, a második pedig az, hogy elsők leszünk, és hát másodikak lettünk, úgyhogy én nagyon gratulálok Noéminek, hogy ennyire fantasztikusan sikerült a lábamat megmintáznia, mert ugye a plakát ugye az én lábamról mintázódott, nem ilyen hosszú, hanem ilyen szép. Magán a plakáton a Kulturális Központ is fel van tüntetve, ezt a beszédben is elmondták. Mi szerint állítottad össze a plakátot? Mi volt az eredeti ötlet, és mi lett a valóság? Az eredeti ötlet is hasonló elveken alapul, mint ami a plakáton megvalósult. Egy kicsit több látszódott volna a óriásból, de igazából végül úgy döntöttünk, hogy egy kicsit sejtelmessé teszik, hogy legyen csak az óriásnak a lába, aki ott ünnepel a gyerekek között és a Kulturális Központnál. Mi volt a versenykiírás, tehát minek kell megfelelni a plakátnak? Mindenképpen egy kulturális intézménynek az eseményéhez kellett készülni a plakátnak. Ez volt az egyik. Nagyon kreatívnak kellett lennie, ugye ez nagyon fontos momentum volt, hogy nagyon kreatív legyen, illetve olyan formákat és eszközöket használjon, ami hát a sok-sok ebből az óriási nagy zajból, plakát zajból kitűnik. És én azt gondolom, hogy nekünk ez sikerült. Milyen cím jár ezzel, tehát mi volt a díj? Hát igazándiból én nem tudom, hogy cím jár-e ezzel. Kinyitjuk mindjárt, hogy mit is nyertünk, mert hogy egy oklevelet nyertünk, amelyben a Kulturházak éjjel-nappal országos plakát pályázatán ugye a második helyezést értük el. Hát ennél nagyobb díjat én azt gondolom, hogy nem is kaphattunk volna. Milyen motivációt jelent ez a későbbiekre való tekintettel? Tehát a további plakátok azok ezt szerint fognak elkészülni? Hát természetesen, sőt olyannyira feltette ez az oklevél, ez a díj a mércét, hogy hát minden egyes plakátunknak majd ehhez kell megfelelnie, és én azt gondolom, hogy az irodában majd arra a helyre tesszük, ahol mindenki látja ezt a díjat, és úgy fog dolgozni, hogy méltó legyen a folytatása. Számtalan ötlet még a fejben? Vannak. Elnök úr, 11 éve tart ez a rendezvénysorozat. Gondoltak-e volna az elején, hogy ez itt fog majd tartani 11 év után? Az elején elsőbben az volt az alapgondolat, hogyha a kultúraközvetítő intézmények, más kultúraközvetítő intézményeknek van ilyen országos akciójuk, mint például a múzeumoknak, a múzeumok éjszakája, akkor nekünk is kellene egy ilyet csinálni. Nyilván az elején elég amatőr módon kezdtünk hozzá, olyan értelemben, hogy nem volt mögöttünk nagy támogatás, csupán a saját erőnkre számíthatunk. Ebből következően viszonylag kis hatókörrel indult az akció, de az utóbbi néhány évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma komoly összeggel támogatja az akciót, így aztán professzionális kommunikációs csapatot tudtunk megbízni, az internetes portálunkat is tudtuk fejleszteni, úgyhogy hát igen, a kezdeti 80-100 résztvevőhöz képest a mostani 680 nagyon szép eredmény. A bejátszott kisfilmben is elmondták a szereplők, hogy a kis kultúrházaknak is azért nagy jelentőségük van. Az utóbbi években egyre nagyobb számban jelentkeznek be az úgynevezett kipici kis kultúrházak egy faluba egy-egy emberrel, vagy félállás emberrel, vagy önkéntesekkel dolgozó intézmények. Ez azért nagyon fontos, mert ezek vannak többen olyan értelemben, hogy hát a nagy kultúrás központok, a nagyvárosokban lévő nagy kultúrás központok nagyon fontosak és rengeteg embernek adnak kulturálódási és szórakozási lehetőségeket, de ezek a pici faluban lévő intézményekre felhívni a figyelmet azért
lényeges, mert ők a település egyetlen egy olyan helye, ami egyszerre közösségi tér, egyszerre szolgáltatótér és egyszerre kulturális intézmény is. Nagyon fontos munka, amit ők végeznek, és az emberek nagy többségének ez elsősorban a hozzáférhető kultúra. Mai közösségi világban mennyire tudják a fiatalokat bevonzani az ilyen helyszínekre, tehát mennyire kell kreatívnak lenni a csapatnak? Nagyon. Más nyelvet beszélnek a mai fiatalok, más eszközökkel lehet őket elérni, ezért azt gondoljuk, hogy a következő nagy fejlesztésünk mindenképpen valamiféleképpen az internet és a közösségi kommunikáció, internetes kommunikáció irányában indul el. A fiatalok nem rosszabbak vagy jobbak, mint mi voltunk 30-40 évvel ezelőtt. Mások másképp gondolkodnak, más eszközöket használnak. Nekünk meg kell tanulni ezeken a nyelveken, ezeken az eszközöken beszélni, értéket közvetíteni, és akkor szerintem a dolog működni fog. A fiatalok ugyanúgy igénylik, áhítják a közösséget, mint a felnőttek, csak olyanokat kell teremteni számukra, vagy hagyni, hogy ők megteremtsék magukat maguknak, amikben ők jól érzik magukat. Williams Telegram.